Itt kezdtünk, azt gondolom, egy fényponthoz itt a mai napon, ami csodálatosan fog csillogni. Nagyon szépen kérem Stubner Gábort, Faragóné Keserű Juditot és Faragó Istvánt a színpadra, illetve, ha jól tudom, el kéne indulnia egy csodálatos videónak is. Egy percet kér, akkor a csillogás az azért lesz, mert hogy nagyon-nagyon sok gyémánt kitűző csillog már ott, ahol ez van. Én nem is tudom pontosan, hogy ez az Executive Double Diamond, ez 5 darab gyémánt alsó vonalatja. El tudod ezt képzelni? Ki az, aki el tudja képzelni, hogy van és hogy lesz? 5 darab alsó vonala, aki nyilván szintet érte. Nem Star Agent, nyilván. Ott azon képernyőn, hogy látjátok. Itt még nem. Jönnek a gyémántok sorba. Gyémántok sorának segítettek abban, hogy gyémánttá váljon. Fogadjátok sok-sok szeretettel Boltos Báb Csillát és Boltos Zoltánt, az új Executive Double Diamondokat. Halljuk azt a tapsot, nagyobb legyen, kevesen vagyunk, de sokat érünk. Szeretettel gratulálunk természetesen Csillának és Zsolynak, hiszen ez egy nagyon nagy eredmény, és látjuk is, hogy mennyi munkát tesznek bele, hiszen Zsoli videóit nap mint nap látjuk Facebookon, a TikTokon. Látjuk azt a grafikus munkát, amit Csilla elénk rakott. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a siker teljesen megérdemelt. Hadd kérjelek meg benneteket, hogy innen szemből csináljátok meg a fotót, légy, hogy ez minél jobb legyen, innen szemből állítva, fekve, mindenféle módon, és majd elküldjük ezt Juditéknak, Csilláéknak és mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Minden fotó elkészült. Ja igen, ott van Judite. És hát akkor át is adnám nektek ezt a mikrofont, ha letettétek a emlékplakettet és mindent. Hiszen azért nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy is történik az, hogy 5 darab gyémánt vonal felnevelődik. Köszönjük szépen a kedvességeteket és a tapsot. Akkor bele is vágok, mert az idő sürget. Nem szoktunk hallani ilyen beszédekben arról, hogy mennyire fontos a társ szerepe a sikerekben. Ezért én most ezt szeretném mondani, hogy ha én még az első feleségemmel lennék, akkor biztos nem állnék itt a színpadon, sőt még ott a hátsó sorba sem, mint friss belépő, mert ha én előálltam volna az ötlettel, hogy gonoterápia meg emelem, akkor leordította volna a fejemet, mert mindannyian tudjuk, hogy a gonoterápia nem működik, és hogy az emelemben nem lehet pénzt keresni. Bár ha tudná, hogy mennyi volt a múlt havi bónuszunk, biztos, hogy orvost kellene hozzá hívatni. Viszont a jelenlegi párom Csilla folyamatosan azt kommunikálta felém, hogy több van bennem, mint amit azt magamról el tudok képzelni, és én ezt szeretném most veletek megosztani ezt, bennetek is sokkal több van, mint amit el tudtok magatokról képzelni. A gondolatainknak teremtő ereje van. Ezt én nekem az élet már annyiszor bebizonyította, hogy senki nem tudja az ellenkezőjét bebizonyítani. Ezekben a beszédekben mindig szó szokott esni a szponzor szerepéről. Én nem ezért mondom azt, amit mondani fogok, mert ez szokás. De én azt gondolom, hogy a
mi szponzorunk, Faragóné Keserű Judit óriási szerepet játszott abban, hogy mi most itt vagyunk. Akik az ő csapatához tartoznak, biztosan megerősítenek ebben, hogy Judit annyira hisz a csapattársaiban, hogy nekünk nincs más választásunk, mint hogy saját magunkban higgyünk, és megcsináljuk. Úgyhogy innen is köszönöm szépen. Ahogy ugye erről már ma volt itt szó, Erik Worre azt mondja, hogy a MLM-ben a kudarcod, azt nem tudod más nyakába varni, meg a sikered is a tiéd, de azért egy jó szponzorra lesz könnyebb szokott lenni. Jó, ezt adom. Mielőtt megismerkedtem a DXN-nel, még nem, civil szervezeteknek dolgoztam, mint grafikus, és így beleláttam az ő életükbe, és azért nekik dolgoztam, és ezt az ügyfélkört választottam, mert ezt tartottam egy olyan pénzkereseti lehetőségnek, amivel egyet tudok érteni, amivel együtt tudok rezegni, és becsületesnek érzem magam, hogy ezzel keresek pénzt, mivel az ő céljaik nagyon pozitívak. Azóta találtam egy másik területet, ami még jobb, mint a civil szervezetek, és ez a hálózatépítés, és az a módszer, ahogy mi építjük. Örülök neki, hogy megtaláltuk ezt a módszert. Van sok közös a civil szervezetek és a hálózatépítés között. Lehet, hogy van, akinek ez új dolog. De az egyik közös az, hogy pozitív célért dolgozunk, és erről ma már esett szó, hogy a DXN-nek a missziójával, a víziójával nagyon könnyű azonosulni, és ez egy nagyon klassz dolog. Jó felvállalni, hogy ennek a cégnek a küldetésével dolgozunk együtt e mentén. A másik közös dolog, hogy a hálózatépítésben is, mint a civileknél, önkéntesekkel dolgozunk együtt, nem alkalmazottakkal. Nem mondhatod meg, hogy te ezt csináld, azt csináld. Kettő módszerünk van rá, hogy befolyásoljuk a munkatársainkat. Az egyik a motiváció, a biztatás, amiről Zoli is beszélt, amit mi is megkaptunk és megpróbálunk továbbadni a munkatársainknak. A másik pedig a személyes példamutatás. És van egy dolog, amiben sokkal igazságosabbnak tartom a civil területnél a hálózatépítést, hogy a valós eredmények számítanak. Az, amit leteszel az asztalra. Nem számít, hogy mióta vagy a DXN-ben. Nem számít, hogy milyen tudással jöttél, milyen képzettséged van, honnan származol, mit csinálsz, kik a szüleid. Mindez nem számít. Az számít, hogy mennyire vagy aktív és mennyire vagy eredményes. Semmi más. Sőt, egy munkatársunk azt mondta, egy romániai, hogy persze könnyű nektek, mert ti közel ültök a tűzhöz. Semmi köze a dolognak. Bárki ülhet közel a tűzhöz. Üljetek közel a tűzhöz. De nem ez számít. Az számít, hogy mennyire vagytok aktívak és mit tesztek. És ez mennyire eredményes. Mert aktívan lehet rosszat is tenni. Hanem csak azt tenni, ami eredményhez közelebb vitt, ahogy az előző előadó is mondta. Most. Erről már a Judit előadásában bőségesen szó esett, hogy az első üzleti szintet, az S-át, azt úgy lehet elérni, hogy akár egyedül is, persze ez csak így elméletileg, de ha valaki csak fogyasztja a termékeket és eleget fogyaszt, akkor elérje az S-á szintet. A legtöbb embernek azért már vannak S-A szint előtt is fogyasztói, de innen a következő szintre, ugye a Rubira, mindenképpen csak akkor tudunk tovább lépni, hogyha vannak már vásárlóink. Ekkor még mindig nem biztos, hogy hálózatépítő vagy, de mindenképpen termékforgalmazó, mert megmutattad néhány embernek a termékeket, és ők azt fogyasztják. És innen következik az SD szint, amihez már azt gondolom ez egy nagyobb lépcsőfok, már sokkal nagyobb elköteleződés, sokkal tudatosabb tevékenységgel és igazi másokon segíteni akarás. Úgyhogy tisztelet minden munkatársunknak, és nem csak a mi munkatársainknak, hanem a többieknek is, akik vagy már elérték ezt a szintet, vagy e felé tartanak éppen. Igen. Ugye ehhez a szinthez 5 gyémánt vonal kell. A mi első gyémántunk itt ül közöttünk, Striffler Erzsikének hívják. Kiváló példa arra,
hogy egy román határ melletti kisfaluban élve, kevés jövedelemből sem kell feladni semmit. Rengeteg munkát bele kell tenni, ő a lányával összefogva, azokon a bizonyos barna honlapokon havonta 1000 látogatót képes volt generálni. Annak köszönheti, hogy gyémánt lett. A második gyémántunk Kővári László, 70 pluszos, még aktív idegenvezető, aki a Covid alatti kényszerpihenőt kihasználva egy túlhordott terhesség ideje alatt 9,5 hónap alatt gyémánt lett. Hatalmas munkát fektet a határon túli csapatainak az ápolásába, Vajdaság, Erdélyország. Nem tudom, hogy közületek hányan lennének hajlandók arra, hogy itt bevásárol a shopba, és leviszi a szerb határa a terméket azért, hogy az ottani csapatának meglegyen a termék. A harmadik emberről csak ennyit tudunk, hogy Volker Roynak hívják, Németország. Van egy kis boltja, nem tudom, Lidl, Aldi, valami hasonló. 3-szor váltottunk e-mailt, szerintem beszélni soha nem beszéltünk egymással, nem is találkoztunk. Ő meg arra jó példa, hogy ahhoz, hogy gyémánt legyél, nem kell kívülről tudni a marketing tervet, meg ilyenek, hanem elég, hogyha szenvedéllyel szereted ezeket a termékeket, és tovább ajánlod másoknak, és összejön a gyémánt szint. És a két legutolsó gyémánt egymásnak szorosan közelében. Jamborné, Hegedűs Erika és Seres Pisti, akiknek az előadását, beszédét már hallottátok. Teljesen két különböző ember, ővelük viszont napi szinten együtt dolgozunk, mindig is azt tettük. És azt gondolom, hogy fogunk még velük találkozni itt ezen a pódiumon, amint újabb szintekre minősülnek. Erikának olyan a tanítás, mint a halnak a víz. És az MLM jelentős része pont arról szól, hogy átadjuk a tudásunkat másoknak, a munkatársainknak. És ő pedig a kezdetektől fogva nagyon sokat tanult, ezt el is mondta a gyémánt beszédében. Üzleti és önfejlesztő könyveket olvasott, részt vett online képzéseken, rendszeres és egyre aktívabb résztvevője volt a Dobbantónak. És ott volt az offline képzéseken, és látogatta a rendezvényeket, a tréningeket. Már elég sok tudást magába szívott, de még mindig nem érezte magát késznek arra, hogy igazi vezetővé váljon. És már attól kezdtünk aggódni, hogy tartósodik ez az állapot, hogy még mindig nem vagyok kész, még mindig ezt is tanulnom kell, azt is tanulnom kell, biztos van olyan munkatársa, kínálatok is. Készül, és már annyi mindent tanult, de még mindig nem áll úgy 100%-ban bele. De szerencsére ő is kereste aktívan a módszert, ami testhez álló, amivel azonosulni tud, és meg is találta. És ő is kialakított egy saját márkát, a Sárét Cafét, blogot vezet, blogot írt, és ami a nagy változás hozta, hogy elkezdett videózni, és rengeteg dolgot megtanult. És ma már saját YouTube csatornája van, és a közösségi médiában ő is készíti ezeket a videókat, és egyre profibb benne. Érdekes, hogy Zoli már akkor meglátta benne a vezetőt, amikor még SA sem volt. És valóban benne volt ez a képesség, csak akkor még rejtve ki kellett bontani, sőt ki kellett várni. Azt kellett kivárni, és itt reflektálok az előző előadásra, hogy elhiggye, hogy ő ez benne van. És legyőzte a saját korlátait, és így sikerre vitte az üzletet. Tanúja és kísérője lehettünk ennek a küzdelmes útnak, ahogy többször nekilendült, többször lehanyatlott, és mindig felállt, és mindig egyre jobban és tudatosabban ment előre, és most együtt örülhetünk vele a gyémánt szintnek. Gratulálunk itt is! Seres Pisti, a másik friss gyémántunk írta róla, illetve gratulációként a Facebookon. Erikának a hétköznapok nehézségeit legyőzve sikerült elérnie ezt a szép eredményt. A Koffein Klub VIP csoport keretein belül közelebbi kapcsolatban vagyunk, közelebbről láthatom a fantasztikus fejlődését. Nagyon megérdemli a sikert,
és kívánom neki, hogy tudja ezt a szintet is felülmúlni. Nagyon szívmelengető, hogy a munkatársaink ennyire jó kapcsolatban vannak egymással is. És hadd szóljon a következő rész. Ezt tudtam, hogy nehéz lesz. A következő gyémántunkról. Seres Istvánról, akit mindig csak pistizünk. Felszínes szemlélőnek tűnik, mert csendes és szerény ember. De azért, mert valójában tud is figyelni és hallgatni másokra. Nem tolakszik a reflektorfénybe, pedig határozott véleménye van. És mondani valója is, és elvei. Ezt azt hiszem, hogy átjött az előadásán, és ti is éreztétek. Zoli azt mondja róla. Egy zsebkettőt, hogy elnézést kérek. Köszönöm. Ezt fog meg egy pillanatra. Elnézést. De ez is olvashatod, hogy mit mondtasz. Melyiket kell olvasnom? Ja igen, ezt nekem nem kell olvasni. Szóval én a Pistit olyan embernek tartom, és elnézést, hogy ilyen katonai hasonlattal élek, hogyha rábízol egy magaslatot, hogy azt védje meg, addig, amíg van púzusa, biztos, hogy oda nem megy senki más. Tehát, hogy egy olyan oszlop, akihez oda kötteted a csónakodat, nem fog elsodródni onnan. És ha már nálam van a szó, akkor folytatom is, hogy nagyon nagy benne a szakmai alázat, ugye most már ő nem csak a ganoterapeutaként, meg masszőr, meg csontkovácsként végzi azt a szolgálatot, amit ő is olyan fontosnak tart, hanem nagyon sokszor már mi fordulunk ő hozzá tanácsért, hogyha minden esetre érdemes a véleményét megkérdezni bizonyos dolgokról egészséggel kapcsolatban. Erika írta róla, szívből gratulálok Pistinek is, akit nagybetűs ganoterapeutának és őszinte segítőnek tartok. Kívánom, hogy csapatoddal együtt vezetőként haladj előre, és érj el további sikereket. Pisti pedig ezt írta a gyémánt elismerések után, rengeteg jó kívánságot és gratulációt kaptam különböző közösségi média felületeken az elmúlt héten egy sokak által nagyon vágyott üzleti szint elérése okán. Számomra ennek valós értékét az jelenti, hogy a ganoterápia módszerével, annak szereivel emberek sorsát tesszük jobbá. Azért a többes szám, mert egy valóban inspiráló, támogató közösség tagjaként tehetem ezt. Pistinek is van saját márkája, a kávépartner, és az a vágya, hogy a ország minden részéről legyenek kávépartnerei, amit szerintem ő el is fog érni. Erika Pisti. Igen, csak azt akarom mondani, hogy még nagyon hosszú út vár ránk veletek közösen, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk tanulni egymástól. Sokan keresik a sikernek a titkát, meg a kulcsát, de itt pont az előző előadásban is elhangzott, hát gyakorlatilag a mi előadásunkat a mai napon teljesen hatástalanították, mert mindenki elmondta, amit mi akartunk. De hogy a sikernek nem titka van, meg ára van, hanem, illetve ára van, nem titka van, meg kulcsa van, hanem ára van. Mi az elejétől kezdve tudtuk, hogy ez csak akkor fog sikerülni, ha megtanuljuk jól csinálni. Nyilván ezt a felsővonalunk nem is titkolta, ezért mi belevetettük magunkat ebbe a munkába, és tanultunk. És én úgy látom, hogy ha végig gondoljátok ti is, hogy amikor elkezdtétek, onnantól kezdve idáig, ahol most vagytok, mennyi mindenben változtatok, mennyi mindent tanultatok, akkor igazat adtok abban, hogy igen, ez egy személyiségfejlődés, és akkor fogsz magasabb osztályba lépni, hogyha bizonyos dolgokat megteszel, és én azt is állítom, hogy minden megtorpanásnak az az oka, hogy valaki nem kereste meg azt a fehér foltot, amit be kellene satírozni, vagy megkereste, de ellenállt annak, hogy ő azt a tudást megtegye. Ezért mindenkinek, aki úgy érzi, hogy most megtorpant egy kicsit, azt javaslom, hogy gondolkozzon azon, hogy mi az a lépés, amire az univerzum vár, hogy végre meglépje, hogy segíthesse tovább az útján, és lépje meg azt a lépést.
Mi mindig szerettük azokat a gyémánt beszédeket, amiket ugye a friss gyémántok tartanak, mert annyira jó látni, amikor még nem voltunk gyémántok azért, mert láttuk, hogy jó van, akkor ez őnek is olyan nehéz, mint nekünk, akkor nem mi vagyunk ilyen bugyuták, vagy ilyen alkalmatlanok, hanem a többi is kínlódik, küzd ezért. És én emlékszem rá, hogy Oszlertől hallottam azt egyszer, hogy 80%-ban a saját személyiségeden dolgoz, és 20%-ban dolgozz a hálózatépítésen. Mert tényleg az kell hozzá, hogy megéri arra a szintre. Erre a beszédre készülve sok mappát, képet, videót néztem át, és valami dolog nekem feltűnt. Kíváncsi vagyok, hogy nektek fel fog-e tűnni. 2016-ban, amiközben az akkori top vezetők a földközi tengere hajókáztak, Dr. Lim pénzén, akkor én tartottam egy webkonferenciát az Inspiráló Nyilvános Beszéd 9 titkáról, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyan beszélj úgy, hogy a közönség mondjuk így tátott szája hallgasson. Aztán 2017-ben tartottam egy ilyen szemináriumon egy előadást a megállíthatatlan motiváció titkáról, amiben összehasonlítottam a célmotivációt és az útmotivációt. 2019-ben én márka, ez Szlovákiában volt, azt hiszem Gyűd, Dudince, ott tartottam ezt az előadást, az én márka jelentőségéről, hogy hogyan érd el azt, hogy emlékezzenek rád, és ne keverjenek össze senki mással. Aztán 2020-ban kezdődtek a dobbantók, amiről már itt volt szó. Ott volt egy olyan játékunk, hogy DX-en egypercesek, ahol az volt a feladat, hogy egy percben mondj valami érdekeset, izgalmasat, bármiről, aminek köze van a DX-enhez. És most a közösségi médiában kis, rövid, érdekes videókkal építem a hálózatomat, nem kevernek össze senkivel, megvan az én márkám, inspirálóan beszélek, legalábbis a követőim szerint. A TikTokon most 33.400 vagy 500 a követőim száma, a Facebookon 10.000. Tehát nektek nem tűnik úgy, hogy amiről én dumáltam éveken keresztül, azt megvalósítottam, és azért működik? Nekem igen. Még annyit itt látom leírva, hogy már az Enzymix kampány, amit tavaly kezdtem el februárban, már akkor is alkalmaztam ezt, és ezt nem biztos, hogy tudott információ, 1200%-kal nőtt meg az ecetfogyasztás Magyarországon. Az is sikeres volt. Igen. Tartod nekem? A János megágyazott a mi beszédünknek, mert hogy innentől kezdve arról beszélünk, hogy mi már a kezdetektől kezdve beleadtuk a közösbe a tudásunkat. És egy kis, két kis dia erejéig hadd mutassam meg, hogy amikor még tényleg egy pár hónapja voltunk a DX-emben, az első családi napon, már arra vetemettünk, hogy interjúkat készítettünk a szponzorainkkal. Judit még SA szinten volt, és Spekt Józsival és Spekt Palival is készült egy riport, de már akkor is az volt a fontos, hogy tehát egy jobbításra a vágy, a szándék, és hogy ezt megosszuk másokkal. És aztán Gárdonyban pedig a kócsuházas párral készítettünk interjút, majd elő veszük valahonnan, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit mondtak. És ebben a aktivitást emelném ki, hogy tudásunk még nem volt, tapasztalatunk még nem volt, csak abból a szorzóból az akarás, az már benne volt. Ez nekem van írva ez a duma, én viszont ezt nem fogom felolvasni. Hogyha megnézitek, körülbelül ezek azok a közösségért végzett tevékenységek, amiket az évek során végeztünk. Nem tudom, hogy ez a szöveg itt jön, de én azt gondolom, ezt én beleírtam ebbe a beszédbe valahol, hogy egy vezetőtől azt várja el a társadalom is, hogy közösségi szerepet vállaljon, sőt a legtöbb világvallás is ezt várja el. Tehát azt gondolom, hogy minél magasabb szintű vezető vagy, annál többet kellene tenned a közösségért. Mi felfogtuk azt, hogy
a mi kis hálózatunk, kis csapatunk is a nagy közös halmaznak a része. Ha mi a nagy közösért teszünk, abból részesülnek a miénk, a mi csapatunk is. Amikor Judit csinálta velem az interjút a Emelem a kalapom partin, a Dobbantóba, akkor kérdezted, hogy és én mit csinálok, mert ugye azt látjátok, hogy most Zoli most videózik, és hogy én hogy tudok ebben a közös munkában részt venni, ezért most nézzétek el, hogy egy kicsit egy-két dia erejéig kidomborítom azt is, hogy én mit csinálok, mert nem mindenki számára egyértelmű esetleg. Én is, amivel jöttem, ugye a grafikusi és a tréneri tapasztalatom, ezeket tettem be a nagy közösbe. A SPEC csapatnak az időszorzó tréningjén, trénerként több alkalommal is szerepeltünk. Webkonferenciákat tartottam a grafikusi, amit el lehet sajátítani, tehát nem kell a szakmád, de hogy ahhoz, hogy kommunikálj mondjuk képek segítségével, az hogy tehetitek meg az interneten. Illetve a nagy, egyik kedvenc szívem csücske a Gordon kommunikáció, én üzenetek, hogy beszélj úgy, hogy a másikat érdekelje, és hallgass meg úgy, hogy ő elmondja, amit el tud mondani, amit te meg tudsz tőle szerezni. Ugye nagyon sokan esnek ebbe a hibába, hogy amikor végre találnak egy jelöltet, és beszélnek vele, akkor csak beszélnek, és hallgatni meg nem annyira sikerül a másikat meghallgatni. Mindig fontos feltenni a kérdést, hogy te mit tudtál meg tőle, vagy csak ő tudott meg tőled dolgokat. És a középső alsó képen ugye a Mátrai Szilárd által szervezett mesterelme napon úgynevezett grafikus facilitálással kísértem az előadók munkáját, tehát ilyen rajzos, szöveges tablókat készítettem. Illetve a DXM Pro csapaton belül a Balatonvilágosi vezetőképző tréningen vállaltam fontos szerepet. És akkor néhány grafikai dolog. A logótervezés az egyik kedvenc területem a grafikai munkákon belül. Ezek közül néhányat biztosan ismertek, vagy láttatok, sőt lehet, hogy már hordtatok olyan pólókat, amin a logók szerepelnek, vagy ittatok olyan bögréből, illetve csapattársak számára is ott a kávépartner logó, a Pistiéki, a zsiráfos logó, ugye az az empatikus hálózatépítés, az a saját márkánknak a része, a Dobbantó logója, ugye az Enzym Mix meg a Green Mix logók is, azokat is én készítettem, az Egy Kávé, a Valiéki, Aktív Live megszökő nap, és néhány plakát, illetve rollap azok közül, amit a DXN-nek, a DXN rendezvényeihez készítettem. Ja, ezt a háttérfalat is. Igen. Tehát amikor beszélgettünk róla, hogy vajon hányan ismeritek ezt a Markos Nádas előadást, amiben kérdezték, hogy és a Totya? Hát, hogy a Totya csak ott volt. Hogy így ne akartam, hogy az látszó, hogy olyan, hát én csak egy ilyen kis Totya vagyok, és csak itt voltam. Hogy más területen, de végül is én is kifejtettem az aktivitást. És ennek egyik nagyon fontos eleme, ugye, hogy elkészülhetett az online katalógus, ami természetesen nem az én munkám, már úgy értem, hogy egy hatalmas csapat állította össze magát a tartalmat, és dolgozott rajta hónapokig, hálás köszönet érte. Én csak formába öntöttem, tehát egy olyan online lapozható füzet készült, ami reméljük, hogy segíti a munkátokat. Illetve amiről már ma szó esett, a startfüzet, ami pedig nem a termékek, hanem a hálózatépítés területén nyújthat segítséget mindenkinek. Ezt is a nagy közös részévé tettük, és ennek is a formájának a kialakításában is. Illetve az a kép azon a hétvégén készült ott a Szabijék telkén, ahol is egy egész hétvégés alkalmat áldoztunk arra, hogy jól megtanácskozzuk, hogy minek kéne ebben lenni, és aztán ez alapján dolgoztuk ki a tartalmat.
Egy pár szót a dobbantóról. Pisti már említette, hogy ez egy fontos időpontban érkezett a DXN életébe. Aki, van olyan, aki nem tudja, hogy mi a dobbantó? Esetleg az újak. Tehát egy olyan Zoom felületen létrehozott online közösség, amit szintén kinyitottunk a teljes hálózat számára, bár meg kell mondani, hogy egy viszonylag szűk csapat vesz részt rendszeresen ezeken a megbeszéléseken. Ezt minden aktív résztvevőnek hálásan köszönöm, és azt hiszem, hogy aki részt vesz rajta, az érzi is a hatását, tehát hogy tényleg életben tartja úgymond a tüzet, amit Erika is mondott, vagy Judit is, igen, hogy a parázsból tűz legyen. És pont ezért nagy köszönet azoknak a vezetőknek is, Juditnak, a Cérna házaspárnak és a Spekt házaspárnak, akik ezeket a heti dobbantókat segítettek komoly és nagyon értékes szakmai tartalommal megtölteni. Illetve szeretnék egy olyan dolgot is megemlíteni, az Active Life-ot, aminek a születésénél voltunk ott. Ez is egy kicsit közös gyermek, nagyobb részben másé. Mi inkább a keresztszülei voltunk Zolival, amennyiben a név kitalálásban, a márka név kitalálásában, a logó, az arculat és a szlogen kitalálásában játszottunk szerepet. Az Active Life egy One Word, One Active Life Facebook csoportként működik a Facebookon, a közösségi médiában. Hatalmas ereje van. Ha belegondoltok, hogy ezzel egy akkora célcsoportot sikerült megszólítani, akik nem a beteg emberek, nem az egészségüket, tehát akik már elveszítették részben az egészségüket, hanem azokat az embereket lehet megszólítani, akik vagy eleve aktív sportolók, vagy pedig nagyon sok mindenkit mozgósított arra, és egyre nő ez a közösség, és annyira örömteli látni, ahogy felteszitek a fotókat a körökről, a percekről, a kilométerekről, akár bicikli, akár futás, akár tornázás. Tehát ennek egy olyan igazi, nagyon jó szívó ereje van, hogy egy közösség alakult ki, amiben részt vesztek, ami mindenkit arra inspirál, hogy többet mozogjon, mert egy dolog a táplálkozás, a másik pedig a mozgás, ami nagyon fontos az egészség miatt. És végül, de nem utolsó sorban, essen néhány szó a Pro csapatról, a DXM Pro-ról, ami egyfajta mozgalommá vált, és a felső vonalunkkal, a Spekt házaspárral és a Cérna házaspárral együtt a magját alkotjuk ennek, és egy nagyon-nagyon aktív évet csináltunk végig, 2021 őszétől 2022 szeptemberéig, amikor érkezett az új country manager, és itt láthatjátok felsorolva, hogy milyen sok program belefért egy ilyen egy évbe. Elképesztően sok szervező munka, idő, energia ráfordítással, de ez minket legalább annyira töltött, amennyit elvett az időnkből, vagy a energiánkból, és azt hiszem, hogy így a pandémia után egy ilyen nagyon ledermett és nagyon leült DXN csapatot sikerült ezzel az egy évvel elég jó formába felhozni. Ezt csak azért mondtuk el, mert hallottunk már olyat, hogy mit keresünk mi a magyar hálózatban a színpadon, hiszen mi észtek vagyunk, hogy mindenki értse, Észtországban van egy cégünk, aki hálózatot épít, ezért. És ha már itt a közösségi szerepvállalásról szó volt, elmondom, mert nem biztos, hogy tudjátok. Itt volt a legutóbbi születésnapi rendezvény. Néhány nappal a rendezvény előtt Spekt Józsi a személyes kapcsolatait kihasználva szerezte azt a fényhidat, ami a színpadot világította be. Ő hozta el, ő szerelte össze, amit aztán a rendezvény után Cérna Tündi a magas sarkú cipőben, meg Spekt Vali, meg Csilla velünk együtt hordta le az emeletről az utcára, ahol a Józsi berakta a kocsiba. Megjegyzem, Józsinak egy 60 ezer fős hálózata van, a Cérna Tündi meg Európa legmagasabb üzleti szintű DXN-es hálózatépítője. Hát ennyit a közösségi. Nem baj, hanem nem baj.
És szerencsére, különösen amikor a Pro megalakult, nagyon sokan közületek boldogan és lelkesen jelentkeztek, és a saját szaktudásukat állították hadrendbe, hogy ez a szekér menjen. Az ő kedvükért alapítottuk a DXN Pro Bono díjat, aminek Gadányi Gyuri volt az első díjazottja, Bíró Ancsa a második, Specht Józsi a harmadik, de most nem tudtuk kinek odaadni. Lehet, hogy majd születésnapon. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy ti is tegyétek bele a ti részeteket ebbe a nagy közös dologba, hogy büszkeség legyen Magyarországon DXN-esnek lenni, hogy ez menjen ez a dolog. Ez csak együtt megy. Már csak egy kis zárszó és biztatás. Arra biztatunk titeket, hogy vállaljatok felelősséget. Vállaljatok felelősséget egyrészt a saját fejlődésetekért, mert ezért csak ti vagytok a felelősek. Eszközöket azt segítünk nyújtani mi is, de a felelősséget felvállalni mindenki maga tudja. A DXN-es karrieretekért. Másrészt a munkatársatokért, a csapatoktokért, mert ez egy csapatmunka, ezt senki nem tudja egyedül megcsinálni. És végül harmadrészt, de nem utolsó sorban az egész DXN-es közösségért. Higgyétek el, hogy megéri. Ezt nem tudtuk elolvasni, hogy így válhattok ti is sikeres és megbecsült tagjává a szűkebb és tágabb nemzetközi DXN családnak. Köszönjük szépen a figyelmet. Még egy apróság. Nem bírom nem elmondani. Kérni a mai előadókat, Zoliékhoz csatlakozzanak, ha sok-sok tapt elhangzott, nem hallom azt a tapszot! Zoli hasonlít Kocsó Lacira. Szeretnék kérni egy kis hangot! Zoli hasonlít Kocsó Lacira, nem szereti a tapszot, úgyhogy adjatok még egy kicsit. Szeretném kérni a mai nap előadóit ide a színpadra, Zoli mellé, Térna Szabit, Faragóné, Keserő Iditot és Tóth Julit. Itt nagy ölelkezések lesznek, de közben én szeretném kérni, hogy a tapsot ne hagyjátok abba, hiszen egy nagyon-nagyon sikeres napnak vagyunk itt a végén. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy áldoztatok saját magatokért egy szombatot, és eljöttetek tanulni. De tudjátok jól, itt van az örök mondás, hogy ez csak akkor volt hasznos, hogyha holnap bármit is elkezdtek megvalósítani ebből az egészből, ahogy ezt Farkas János is hozzátette a mai naphoz. Hálásan köszönjük nektek, hogy felkészültetek, hogy eljöttetek, hogy elmondtátok, és hogy csináljátok mindazt, amiből mi rengeteget tanulhatunk, vihetünk magunkkal haza, és bízunk benne, hogy holnap teszünk egy lépést abban, én biztosan előre, hogy még jobbak legyünk ebben, és elérjük azokat a szinteket, ahol ti jelen pillanatban vagytok.